Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai esténken. Az Italian Fesztivál keretein belül a minden évben az Olasz Kereskedelmi Ügynökség és az Olasz Nagykövetség patronusa alatt megszervezésre kerül, imádós a Luisa Spagnoli Magyarország részéről második alkalommal veszünk részt. Ez nagy örömünkre szolgál, nagyon sikeresnek ítéltük a tavalyi együttműködésünket és az ideit is. Van, akikkel pénteken is találkoztunk a pénteki rendezvényünkön, amelyet az Olasz Kultúrintézettel közösen szerveztünk az Olasz Kultúrintézet épületében. Akkor Luisa Spagnoli születésének 140. évfordulóját ünnepeltük egy nagyon szép keretbe foglalt programmal. Mai napon pedig szintén egy fontos mérföldköve van a cégünknek, ugyanis a textiliparban lassan 100 éve jelenlévő cégnek a 2013-as parfüm indításán kívül most a második jelentősebb esemény a kiegészítő területén, hogy egy nagyon minőségi napszemüveg kollekciót készített az anyacégünk, és ennek a magyarországi debütálását tartjuk ma este, illetve mutatjuk be önnek a modelleket, és mesélünk bővebben ezeknek a termékeknek a készítéséről, a gyártásáról, tervezéséről, és fogadják szeretettel. Szeretném önöknek bemutatni, van, aki már ismeri programjainkról, a dr. Gianluca Borghesét, az Olasz Kultúrintézet igazgatóját, kulturális attasét. Átadom neki akkor a szót. Prego, Gianluca. Köszönöm szépen. Ringrazio le sorelle Bevesi, Giulia e Erika per questo invito e questa iniziativa. Meg szeretném köszönni Bevesi Erikának és Zsuzsannának ezt a kezdeményezést és a meghívást a mai estére. È molto importante per noi come istituto poter contare su questa presentazione e questo programma dedicato a Luisa Spagnoli nell'ambito del Festival Talent Festival. Nagyon fontos számunkra és az Olasz Kultúrintézet számára különösen, hogy a Luisa Spagnoli cégbe a rendezvény közöknek a keretein belül tudunk számítani. Come ho detto in parte, credo, alla conferenza stampa all'inizio del primo della presentazione del Talent Festival e anche all'istituto quando abbiamo proiettato il film, noi consideriamo Luisa Spagnoli già, certo una società, una compagnia che produce un prodotto, ma anche una testimonianza culturale in qualche modo. Ahogyan azt az egész eseménysorozatnak a sajtótájékoztatóján, illetőleg a pénteki közös rendezvényünkön is mondtam, a Luisa Spagnolit egy azon túl, hogy egy nagyszerű könyvipari, textilipari cégnek tartjuk, aki termékeket gyárt, nagyon fontos a kulturális életben betöltött szerepe. E questo lo mostrava molto bene il documentario che grazie a voi abbiamo potuto proiettare all'istituto. Le origini della società Luisa Spagnoli sono molto legate alla cultura, profondamente alla cultura italiana. Ez nagyon jó manifestálódott ez a összekötetés a Luisa Spagnoli cég és a kultúra kapcsolata között abban a filmben, amit összeállítottunk és sikerült levetítenünk a pénteki rendezvényünkön. Ez is nagyon jól mutatta a cégnek a kezdeteit, kialakulását és a kultúrához, főként az olasz kultúrához való nagyon szoros kötődését. E quindi abbiamo da un lato una tradizione quasi artigianale, dall'altro come è stato, come Luisa Spagnoli ha testimoniato con la sua vita, ha saputo passare dall'artigianato alla produzione industriale mantenendo un'altissima qualità. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a Luisa Spagnoli cég az alapításától napjainkig nagyon fontosnak tartja az olasz klasszikus kézműves mesterség megtartását, és a termékeiben ez mindig manifestálódik, annak ellenére, hogy kvázi ipari mértékű termelés van, a nagyon-nagyon magas minőségű olasz kézműves ipar, amikor jelenik meg a termékeiben. Secondo me oggi in particolare questa mostra, piccola mostra e anche defilé dedicato agli occhiali da sole Luisa Spagnoli lo mostra molto chiaramente. Figyelzem, hogy ez az akrografikai kiállítás, amit most itt önök is megtekinthetnek, illetőleg majd a modellek által bemutatott napszemüvegek, abszolút mértékben tárgyilag is manifestálják ezt a nagyon magas minőséget és a kézművesiparot.
Come potete vedere, i pannelli mostrano alcuni esemplari della collezione di occhiali da sole che sono il frutto di una sperimentazione, ma allo stesso tempo vogliono rappresentare un modello di eleganza eterno, in qualche modo, sempre classico. Ugyanazonok is láthatják a termékeken, in vivo, illetőleg ezeken a grafikai táblákon. A termékek azon kívül, hogy nagyon innovatívak és magas kézműves minőséget képviselnek, az időknek klasszikus elegancia nagykövetei. Non per caso abbiamo delle grandi icone femminili del mondo del cinema, che sono rappresentative di questo stile classico, sempre esiste la parola intramontabile, non so se si può tradurre. Cioè, intramontabile che non può tramontare come il sole. Ezeknek a személyiségeknek, amit láthatják, a 20. század nagy klasszikus filmikonjaihoz kötődnek, és ez nagyon híven tükrözi a Luisa Spagnoli cégnek a termékfilozófiáját, a felülmúlhatatlan. Én is így gondolom, igen, a felülmúlhatatlan kerestem. Tra l'altro gli stessi pannelli sono il prodotto di una fotografa di talento che è arrivata a ottenere un premio dopo un concorso, quindi questi stessi pannelli sono una piccola opera d'arte in se stessi. És ezek a pannelek azon túl, hogy grafikai munkát tartalmaznak, egy nagyon tehetséges fiatalnak az alkotásai, aki a diátadóra érkezik, és itt azt hiszem át is tudunk erre a részére térni, és akkor megkérem Borbás Anatol Szobrász művészt, hogy beszél néhány szót a kiállított panelekről, ugyanis meghirdettünk még jóval a rendezvényünk előtt egy Le Iconique című pályázatot fiatal fotósok, grafikusok, illetőleg szabadúszók részére. Ennek a pályázatnak az abszolút győztese az Balkányi Ágnes lett, aki most vidéken tartózkodik. Elindult ugyan felénk Budapestre, meg is fog valamikor érkezni, de mondta, hogy kronológiájában ne zavarjuk meg a műsort, kihirdetjük így a nevét. A bizottság, amely Borbás Márton szobrászművészből áll, múzeum kurátorából, dr. Vevesi Erikából, illetőleg a fényképeket készítő Balog Dávidból, aki a Magyar Nemzetnek a fotósa és idén magyar sajtófotódíjat nyert. Ők nézték meg a pályázati munkákat, és így alakult ki a közös döntés, hogy ennek a pályázónak a munkáit választottuk, és az ő munkáit belül minden modellhez készített egy-egy grafikát. Ezeket úgy döntöttük végül, hogy kinyomtatjuk, és ennek az anyagából állítottuk. A pályázatról arról csak annyit, hogy itt nem volt megadva semmilyen tematika, semmilyen támpont, az volt megadva, hogy hogy hívják azokat az ikonokat, akiknek ez a kollekció az ihletője volt. És gyakorlatilag tényleg ez a napluszútra pályamunka, ami szerintem az összes közül maximálisan megfelel az elvárásoknak, és visszaadja a Luisa Spagnoli hangulatát is, illetve a szemüvegeket is nagyon jól társította az ikonokhoz. Igen, tehát az, hogy ez a felülmúlhatatlan kollekció is megfogott, mert pont arra gondoltam, hogy a pályázatnak megfelelően ezek a munkák azok, amit a legtökéletesebben mutatják a mai kort, de természetesen azt, ahova visszanyúlt. Tehát természetesen ezekhez az ikonokhoz, tehát magukhoz a színészekhez, illetve azokhoz a ideálokhoz, akik az akkori kort tökéletesen vitték, és ami azért érdekes ez a szó, hogy felülmúlhatatlan, mert nekem azt juttatja eszembe, hogy mi az, amit abból a korból ide lehet hozni. Tehát tudjuk, hogy van egy retro, de ez nem az. Én úgy érzem, hogy sokkal inkább egy nagyon erőteljes válasz a mostani dolgokra, amit akkor hihetetlen kibontakozásnak indultak. Tehát az 1900-es évektől indult arculatok van, mert azt szerintem, hogy ma így hívjuk, hogy arculatok, nem sok minden másra is gondolunk közben, de a nő ideál, az akkori történések romantikája, valahogy én úgy érzem, hogy ezeket húzza nagyon erősen, és hogyha bármelyikünk látott olyan filmeket, amiben szerepelnek ők, akkor ezek a napszemüvegek nagyon jól ismertek. És az a világ, ami szerintem nagyon érhetőnek tudalja számukra ezt a dolgot, és gondolom, hogy hát ez most nagyon
szükséges ide. Ez a felülmúlhatatlan szó, nagyon ellentsége. Egyébként, mert tudtól lesz valaki ipor. Ez megfogozza. Igen, mert az ikonike, az tényleg a felülmúlhatatlanságról szól, mindegyik ikon felülmúlhatatlan volt egyedi a maga korában. Én szeretném majd külön megdicsérni a készítőt, mert... Tehát az, hogy nagyon harmonikus arányban van az, hogy nagyon kevés eszközzel és egy rendszert alkotva, egy kis eltérésre, de az egyáltalán nem fáj, vagy nagyon nagyon. Az, hogy nem használ túl sok elemet, viszont tökéletesen tudatában volt, vagy legalábbis nagyon szerencsésen ezt sikerül sugallnia, ezt a két kort, ami azért 100-140 évnyi komoly eltérés, mármint hogy ugrás. És hogy ezek itt vannak, viszont nem nagyon jó. A szín visszavétele, illetve a formák és arányok. Tehát majd is meg a kor. Én néhány szót mondanék, mielőtt a modelljeink megmutatják a kollekciót, hogy ezt Emilia Románia tartományban a Namnidi nevű optikai cég készíti ezeket a szemüvegeket. A tervezés folyamata az meglehetősen hosszú időket igénybe, tehát itt egy másfél-két éves projektről beszélhetünk. Maga a napszemüveg projekt az Luisa Spagnoli ükunokájának, Nicola Barbarininek köszönhető, aki a jelenlegi ügyvezető elnöknek, Nicoletta Spagnolinak, Luisa Spagnoli dédunokájának a fia. Ő már az ötödik generációja a cégben dolgozik. Ő utolsó éves közgazdászhallgató, és másfél évvel ezelőtt fogadta meg ez a gondolat, hogy a lifestyle termékek vonalában is ki kellene lépni a piacra a cégnek. Ekkor ugye három évvel ezelőtt már 2013-ban a parfüm kollekcióval ez megindult, és most ezzel a kollekcióval debütálunk. A termékek azok mind kézzel készült Made in Italy termékek. A tervezés legelső fázisától a polírozáson át minden Olaszországban zajlik, olaszországi alapanyagokkal, nem injektált, hanem kézzel készített, kézzel nyomott, préssel csiszolt, fényezett acetátból készül. Polarizált lencsék, illetőleg fokozatosan sötétedő lencsékről van szó, és úgy van mindegyik kialakítva, mivel egy optikai cég készíti a termékeket, hogy optimetrista, illetőleg szakember, aki ezzel foglalkozik, tud dioptriát is cserélni mindegyik termékbe. Tehát ezt külön így fejlesztették és így alakították ki. Most szeretnénk akkor egyenként bemutatni a termékeket. És van 20% kedvezmény, van minden termék. Igen, igen. Grazie. Pilana. Quindi volevo semplicemente concludere ancora con un ringraziamento a voi per l'anno che avete qui portato in Ungheria la società Luisa Spagnoli e che noi consideriamo, in qualche modo vi consideriamo dal punto di vista commerciale gli ambasciatori della stile italiano. Grazie. Grazie mille. Grazie. Tehát kulturatási úr, szeretném megköszönni nekünk azt, hogy elhoztuk ezt a márkát Magyarországra, és ezzel a Made in Italy és az olasz stílus nagykövetei vagyunk. Grazie mille. E poi ricordiamo appunto che questa bellissima cornice dell'Italian Festival è organizzata ormai ogni anno dall'ICE, Italian Trade Agency, Marco Burfo, lo ringraziamo anche se oggi non è potuto essere presente. Szeretnék még megköszönni Marco Bulfurnak, az ICE-nek, az olasz kereskedelmi ügynökség igazgatójának is, hogy az olasz nagykövetség patronátusa alatt már több egyszerre megszervezett Italian Festival keretein belül itt tudtunk lenni, és meg tudtuk szervezni ezeket az eseményeket. Così per una conclusione anche noi vorremmo ringraziare vostro aiuto, cooperazione durante questo festival anche l'anno scorso, anche ora, e speriamo bene che anche prossimo anno ci sarà l'opportunità di partecipare con programmi molto interessanti e di essere anche ambasciatori del Made in Italy. Grazie infinite. Grazie. 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 Grazie